5 zsák kukoricát raktak ki erre a vadászterületre még múlt héten. A vadgazdálkodás fontos része, hogy a hideg időben gondoskodjanak az állatok ellátásáról. Egy jó gazda már október végén megkezdi az úgynevezett szoktató etetést. Az állatok itt erre már megszokják azt a helyet, ahol élelmet találnak. A technika fejlődésével sikerült megfigyelni, hogy hol érzi magát, hol tudja a vad természetesen felvenni a téli takarmányt, amíg az etető alatt kapkodja a fejét, elszalad egy csőtengerivel, nem érzi magát biztonságba. Addig az ilyen természetes körülmények között, ha úgy egy délután meg tudnánk figyelni, akkor 10-15, akár 20 is egy csomagban nyugodtan fog étkezni, nem fogja a fejét kapkodni, biztos, nagyobb biztonságban érzi így magát a vad, mint az etető alatt. A vadak ilyen hidegben védett helyre húzódnak és nem mozdulnak, csak ha már kínzó az éhség, ezért nem látni őket. A legtovább a vaddisznó bírja táplálék nélkül, de fontos mindegyik vadnak biztosítani az élelmet. Nagy kalóriatartalmú szemes takarmányt szoktunk ilyenkor kiszórni a nagyvadnak is, az etetőkbe, meg az apróvadnak is rendszeresen, mert ha megszokták, hogy élelmet találnak, akkor ugyanoda mennek vissza, és ha nincs, akkor ez egy felesleges út, nagyon takarékosan bánnak az energiával, csak akkor mozdulnak ki a takarásból, amikor éhesek, nincs annyi energiájuk, fölös energiájuk, hogy naphosszat keressék a takarmányt, ezen nekünk kell segíteni. Minden szemes termény alkalmas, ami nem romlott, ami nem penészes. Itt már épp kikelt az árpa a föld alól virányosan, a gazdák ezen a területen csak novemberben tudtak vetni. Az őszi kalászosnak főleg az októberi időjárás volt kedvezőtlen. A vetési időszakban több mint 200 mm csapadék hullott, ez az átlagos mennyiségnél lényegesen magasabb volt. A januári mínuszok azokban a táblákban okozhatnak károkat, ahol már előbújt a termés. Egyes gazdák szerint ez az időjárás még nem okozhat gondot. Ez az időjárás majdnem megközelítette az optimális, és én úgy tartom, hogy ha tél van, akkor legyen hideg, ugye a nyár, akkor annak megfelelő hőmérséklet. Tehát egy 15-17 fokig mínusz, és ez, hogy úgy mondjam, fokozatosan, és nem ugrálva jelentkezik, tehát úgy, hogy egyszer alacsonyabb, egyszer nagyon hirtelen nagyobb, ugye a hőmérséklet, akkor az időben, jó minőségben, megfelelő agrotechnikai körülmények között elvetett őszi kalászosoknál nagyobb problémát nem jelenthet. Eddig még nem végeztek szemléket a mezőgazdasági területeken. Ilyenkor még nehéz felmérni és megbecsülni a vetés minőségét, illetve az esetleges károkat. Az is problémát okozhatott, hogy bár mínusz 25 fok is volt éjszakánként, 20 szinte egyáltalán nem esett. Az rontana főleg a helyzeten, ha most egy melegebb időszak következne, aztán pedig egy újabb kora tavaszi fagy. Ebben az esetben akár 25-30%-os is lehet a termés kiesés. A gyümölcsösöknek viszont kedvez az elmúlt napok hideg időjárása. A kártevők meg éppen az áttelelők elpusztulhattak ebben a mínusz 15 fok alatti hőmérsékletben, úgyhogy én úgy gondolom, hogyha gyengébb vesszők el is fagytak, azt még a metszéssel korrigálni lehet, úgyhogy arról még korai lehetne, korán így lenne azt mondani, hogy a gyümölcsösökben kárt okozott. Lehet, hogy a csontélyesokban, baraszban, meccseresznyék koraikban ez majd kimutatható lesz, de az, hogy már most azt mondani, hogy terméskiesés lesz, én szerintem korai lenne. A napokon át tartó mínuszfokok azokat a gombákat is megölhették, amelyek a kalászosoknál jelentkezhetnek.